szimfonikus zenekar, szíve egyik legkiválóbb szimfonikus zenekara. 1956-ban alapították központi zenekar néven. 1996-ban történt újraszervezése után kapta a faj nevét. Az együttes tagjai első vonalbeli kínai előadónők voltak, akik emberpróbáló képzésen mentek keresztül, így kitűnő technikai tudással rendelkeznek, amelyet legtöbbjük nemzetközi versenyeken szerzett DJ is bizonyítanak. A kínai szimfonikus zenekar azóta is fent tartja ki magasló színvonalát, amelyhez olyan zenészek járultak hozzá munkájukkal, mint Lee Bolin, Hai Zhuijie, Chen Zhuhuang és Tan Wai. Hallgassuk meg a kínai szimfonikus zenekar előadásában a Táva Kitárja Szárnyán című művet, Wai Luo Zhonglong zeneszerzőnek az azonos című kantoni zenemű alapján készült átéletben.